Sziasztok! Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit! Mixed Realities. Így igaz. Szállítósdit fogunk megint játszani. Igen. Hát... Megpróbáljuk befejezni ezt a mappet, legalábbis amit tudunk. Még van egy nagyobb küldi rajta. Egy faszállítós, már nem úgy faszállítás. Farönk. Fa szállítós küldi, amit most meg akarunk csinálni. Meg hát ugye az Anniversary DLC-t is sikeresen észrevettük, hogy ingyenes, úgyhogy beraktuk a játékba, kaptunk két új autót, amit majd valamikor látni fogtok, a használatba vesszük. Egyelőre most azon vagyunk, hogy ezt a mappet megpróbáljuk kifingatni, amit lehet, hogy ne kelljen olyan sokszor visszajönni. Úgyhogy akkor a Lumbermill a cél, ami ott fönn van a... Nem a Lumbermill, hanem a Lockstation van ott. Vagyis Lockstation, bocsánat, és a Lumbermillbe kell elvinni. Hát a Lumbermillbe is, a Town Storage-ba is kell egy adagot vinni. Meg most a farmra is kell vinni egy adagot. Az a kérdés, hogy merre menjünk, de szerintem a Fuel Station felé, nem? Én úgy érzem. Hát én, ami biztos, és mondjuk kicsit szarabb is. És ott betonút van. Én elmegyek a Lumbermillre, ami konkrétan a Lumbermill. Mert ugye a pót, amit vettem, az ott van lerakva, tehát nekem az föl kell szedni. Neked meg venni kell egy ilyen pótot. Igen, azt tudom. Ez a lockerjérest. Pedig nekem is volt. Azt hiszem, vagy nem volt? De úgy emlékszem. Hát kellett, hogy legyen, mert te is főborultál valamivel. Az hol egy ikonba lehet? Jó kérdés. Nem tudom. Megvan. Vantage flatbed fuel lock carrier rear. Azt az egyet mutatja ott. Igazából, ami értemész. Akkor lehet, hogy nekem nem volt meg. Hát bánat se tudja. Hát akkor hogy a picsába borultál föl long locks-a? Lehet, hogy ez nem kellett. Á, de hogy is nem. Hogy akkor te mást vittél volna. Na, nem emlékszem én se. Elfüggesztés. Igen, azt az egyet mutatja igazából a pályán. Nem látok többet. Hopp. És teledik ez a szar is. Hogy várja, lehet, hogy a záruházban már megvan, mert megvettük. Azt mondja, hogy mi ez. Lock trailer ez, nem lock carrier. Ami itt van. Itt lock carrier. 14 000 anyádat. Hát. Én is annyiért vettem sajnos, mert muszáj a long lockshoz. Másképp nem tud elhozni, nincsen trailered hozzá. Lehet, hogy én valami rövidet vittem és ahhoz nem kellett, csak ez. Lehet, igen, hát lehet, nem tudom. Lock trailer. Hát nem tudom, nekem nem rémlik, hogy ilyen hosszú autóval mentem volna. Szerintem én a rövideket. Igen, lehet, hogy a médiumokat, aha, azokat vitted ahhoz szerintem. Meg nem kellett. Aha. Tudja, hogy az volt, ahhoz csak ez a kicsi kellett. Jó, akkor megvegyem, legyen kettő? Hát fog az kelleni, nem? Hát fog, mert longból el kell vinni 3-at. Meglepően már csak 2-t. Meg a másik pályán is van egy ilyen fákat szállítós küldetés. Ja, jó van. Meg hát akkor a hozzászólónk tipje, hogy össze kell szedni az összes ilyen szart, amit találunk, ilyen trailereket, ezt el kell adni. Hát csak ezt pont nem adnám el. Hát ezt nem. Csak viszont találtam izét, ilyen service trailert, meg ilyen tanker hát trailert, azokat hát el tudjuk meg adni. Amit ott szétszórtam egy pár ilyen szart. Hát az ilyeneket nem adnám el, ez a flatbed, meg a... Tehát az ilyen platós trailereket semmiképp. De azért van egy-kettő, amit eladnék ilyen szar. Meg a platósból van szerintem már több is. Az nem baj, hogyha azok vannak, hát nem azon a pár tízezeren fog múlni, szerintem. Az igaz. Na jó van, akkor elindulok a... Pákér. Aztán majd ott bevárlak, ha odaérek. Jó, hát én mindjárt itt vagyok a Lumbermillbe. Hát én meg csak most indulok direkt. Zi! Anyád. Hülye ez. Hogy mozog a hátulján ez a szarizé. Igen, hát nem kell foglalkozni.
kicsit zakmát, hát ijesztő, vagy nem tudom, hogy mondjam, olyan furcsa. Igen, elég, de szarú fordultója ez a szar, gyerekem. Ez már úgy most érzem, hogy lesz killódás. Juhú! Na, meg most már jó gumik vannak. Igen. Talán egy sokkal könnyebb lesz. Egy fél fokkal. Hát, már a tűzösáron. Hova? Gyerekem, csoró. Hát, az igen, gyerekek. Tűzbeszed. Hát úgy teljesen a jobb oldali kerekekre felálltam. Ó, bassza, meg is itt hagytam az útba ezt a izét. Hát ezt is el lehetne adni, ezt az üzemanyag szállítószart. Azt add el a picsába. Azt is itt hagytam, majd vissza kell vinni. Na. Motor leáll. Nagyon sokat számítanak ezek a gumik, akkor ki van emelve. Hol a picsába vagy ott? Mondjuk ezek a rohadt kövek. Jó. Most is érdekesen. Húzza át, csóró. Azt mondja, hogy akkor én eljövök erre. Itt. Megyek egy kis karikát. Pont a legcigányabb helyen fogok átmenni. Majd utálom ezt. Ne! Megyünk a fájért. Igen, ha már úgyis. A tűzifán is most már álsapka lesz, vagy van? Igen. Akkor persze. Nem nézek híreket, hála jó Istennek. Hát én TikTokon láttam. Azon fölidegesítem magam, az pont elég. Az a húgyagyú bejelentette. Nagyon jó. Hogy nem csak az erdészeteken lehet most már, nem csak hogy mondta, valami olyan mezőgazdasági, mit tudom én, hol is lehet most már. Aha. Nem csak a tüzépeken, igen. Igen. Meg az állami, mit tudom én, milyen erdészet, meg mit tudom én. Úgyhogy ásapkás lesz az is, és hogy 10 köbméterig, ami azt mondták, hogy az elég télire, addig lesz ugye ásapkásítva. Ki van ezt találva megint? Itt, hagyjam meg. Na de ne bánkódjunk. Mindegy, mi játszunk halálig. Ti meg nézzetek minket. Többi nem számít. Többi nem. Amíg nem lesz egy nagy villanó fény, addig nyomjuk. Addig nyomjuk, igen. Meg a villanet. Hát, igen. Na végre betanultam, hogy akkor hagyjam meg. Én meg ez itt meg szimulál, hogy nem tud fölmenni az emelkedő. De szűk ez a hív vagy. Nagy gyönyörűen beraktuk. Na hát itt már a fákat nem kell kivágni. De megy ötösbe. Baszki. Megint csúszni ezekkel a terepgumikkal. Betonon. Ott drifteltem a kisebbűvel. Édes Istenem. Na ez a kis csumpi híd. Ó, bazd meg. Az jó az a csumpika, igen. Éppen csak nem esik ketté, hogy ránézek attól, bazd meg. Jó, kicsit gyorsultam. Húzzad fölfele, húzzad, öcsém, húzzad. Ha már ennyi pénzt átköhögtem, akkor nekem meg ne álljál itt. Erre sokan mennyi lóban van. Elkötöttem egy csomót erre a szarra, bár ez sokat ad ez a fűlő, úgyhogy... Melyik ad sokat? Hát ez nem, egész sok lóvét ad. Igen, ez ilyen 22 000-et ad, meg XP-be is kurva sokat ad. Ilyen 2000 körüli XP-t, ami már az a majdnem egy szint. Vélem, ma ingyen van. Mi az itt? Itt is ilyen csumpi híd van. Jézusen, hogy nevek. Ez igen. Itt érdekes lesz átvergődni, hogy azért szaraterep itt a Rockstation-nél. Uff. Illottunk itt. Elég bírtunk kijönni.
hogy nem így bizony. Nem szemlek, mint a szület. Nagyon ide értem közben. Ja, hát én még nem tudom hány checkpointom van, de... Mennyi már te kutya? No. Ne! Fölborultál majdnem. Még folyamatban van, azért. Na jó, motor leáll. Stop engine. Oké. Okoljuk meg. Akkor azt mondja, hogy long locks kell. Erre azt hiszem kettőt tudok felrakni, vagy csak egyet. Nem emlékszem. A longból azt hiszem csak egyet. Really, there's no suit for this cargo. Hoppá! Ja, majd lehet, hogy bejött kéne állni. De legalábbis nagyon remélem. Nem hiszem, elgetőbb beakadt a pót, hát tökön szólom magam. Nekem a long nem megy rá, azt írja. Hát az nem is, a médiumot vett föl. Ja, a longhoz van valami más kell. Hát a longhoz kell az, ami nálam van. Medium locks. Az sem megy rá. Nem megy erre rá semmi. Azt mondja, várjál? Lehet, hogy rosszra akarom rakni, mi? Ja, persze, hát az izére akarom rakni magára az autóra, pedig elfelejtem. Na most jó. Na, azt mondja, longból kell kettő, akkor azt el tudjuk vinni, ha kettőt viszünk. Egyet, te egyet, én, ugye? Igen, hát ugye úgyis többet kell fordulnunk, úgyhogy teljesen mindegy. Nem kell többet fordulni, mert egyet már egyszer megcsináltam. Úgyhogy hát már csak kettő kell. De még kell vinni a médiumot, mondjuk azokból már lehet, hogy kettő fér föl, mi? Bizony. Azokból is három darab kell, tehát azokból is kell egyet-egyet. Na mindegy, akkor vigyük a longot, abból egyet-egyet tudunk elvinni úgyis. Load. Mondom én, hogy nem kell ez a kis szar, itt nem csinál semmit. Ehhez a izé kell. Igen, az a másik trailert vittem én, azt hiszem, nekem az volt. Az is ugyanilyen valami csápos volt, és még, sőt, nem is volt ilyen keret rajta. Rátették a fákat, csak úgy húztam, az másmilyen volt, nem ez. Ezért mondom, hogy nem kell hozzá ez a szar, mert ez rendes trailer. De már azért, mert ez a médium, tehát úgy agyú te. Na, Istenem. Na, menj ki, kérlek. Ó, Istenem. Rohassza rá az eget, bazd meg. Ó. Megszopatott ezzel, bazd meg. Hát tökön szúrom magam mindjárt, bazd meg. Odaérek. Rajta maradt a izébe az meg. Úristen, kín vagyok az aszfalton, bazd meg. Nem hiszem el. Drifttel a pót, meg minden van itt. Azt ugye nincs elég hely. Rajta maradt a póton, hiába nyomtam rá, hogy unpackbazd meg. Rajta maradt pár darab, és most nem akarja rárakni. Van olyan, hogy delete cargo, azt hiszem, nem? Van olyan, hogy remove, hogy unpack, leszettem róla, de maradt pár szár benne, és nem engedi azért.
Már mindjárt ott vagyok. Remove cargo az mi? Ja, várj, hát az. Az kell. Jó, megvan. Mondtam, hogy van olyan. Igen. Jó, te kettőt el tudsz vinni. Mi a szart hoztál, hülye? Nem tudok kettőt. Hát dehogy nem, a pótra tudod csak vinni. Hát csak a pótra. Mert az elejében rosszat hoztál te, úgy agyú. Igen, ha észrevettem közben. Mindegy, erre is főfér, úgyhogy. De csak a medium, a long nem fér rá. Hát mert a long az úgy kell kinézzen, mint én. A médiumból tudnál kettőt is vinni, ami király lenne. De ahhoz meg az eleje egyet. Nem jó. Igen, pontosan. Ó, hogy az Isten áldja meg. Mindegy, én elviszek long egy longot. Elviszek médiumot, hát nem tudok más csinálni. És azt mondja, hogy nekem a lumber millhez kell vinni. Ó, Isten áldja meg, hogy nem jó. De az, az eleje nem jó, ugye? Az eleje nem jó. Az eleje az neked longos. A hátulja meg nem. Meg a hátulja az meg médiumos. Na, akuljak meg, ha én ezt értem. Hát az a lényeg, hogy a... Azért, mert más a hosszúsága, nézd meg, pont jól látszik most. Ugye a longlocksnak az a lényeg, hogy van egy kis pót, ami az enyém, és van egy pótszerű valami szerelvényed az autón. Azt ami tudom, forog. Igen. Igen, de hát erre is be tudnál rakni, nem értem, hogy miért, mert ez is forog, ami ezen van. Igen, de annak a hátulja nem jó. Tehát azért nem tudod a longot föltenni, mert a pót az nem jó. Aha, a longhoz olyan pót kell, ami nálam van, ez a kis piszlicsáré szar. Én szerintem ilyet vittem én akkor. Igen, gondolom. Azt a longosat, úgy emlékszem. Az emlékszem, hogy itt túlnyúlt az autón. Az Isten áldja meg. Hát mindegy, akkor viszek médiumot, viszont akkor a longgal kell jönni még egyet. Hát médiumon is kell még jönni egy jó párat, úgyhogy... Hát még kettőt, ja. Azt mondja, hogy egyet, ha nálad a médium van, akkor te úgyis a farmra tudod vinni, az úgyis a garázs mellett van. Úgyhogy fel tudsz szerelni akkor előre is egy médiumos cuccot. És akkor kettőt tudok venni, aha. Igen, addigra én remélhetőleg a longgal végzek, és akkor én is átszerelem magam. Nagyszerű. Csak nekem mondjuk a izébe kell vinni, a lumber millbe, hozza meg. De mindegy, hát körbe megyek, hát sem fog átszenvedni. És már egyszer beszoptam, elég volt. Hol? Az meg, amire visszavergődök. 86-szor, ez szép utat lesznek. Hát... Úgy érzem. Ezt elmondtam neked a múltkor, hogy amúgy is itt a Fuel Station, úgyhogy nem is baj, hogy erre jövök. Hogy én most már csak az aszfaltot fogom választani. Leszarom, hát hogy hosszabb az meg, de... Aszfalton megyek, hát azért lesz itt föld is. Meg itt azért vannak szűk részek. Majd mondjuk nem volt olyan vészes. Inkább körbe megyek az aszfaltonba azért, mint hogy beragadjak, hogy kifogjon az üzemanyag. Meg fölboruljak. Hú, na az lesz a cudar. Mert ott én biztos igen, nem megyek el. Igen, itt a Fuel legalább tudunk tankolgatni. Itt van egy kurva nagy sávész, de szerintem ezen át tudok talán menni. Akkor viszont... Már. Nekem... Erre kell befordulni. Ez jó cumpedli lesz. Már most nem megy sehova. Mert be vagy, belém vagy ragadva, azért. Ja, bazdmeg. De jó. Na, mindjárt elindulok. Na, tehát semmi sehova. Várj, oda vincselek. De hogy is nem, az elég. Vagy nem. Nem tudom sehova vincset se kettni. Na most. Nem lesz rá, te kibadni. Rá, ezt kötőt nem várja. Megpróbálom biflokkal.
Levet túrja a sarat. Nem, de akkor nem vagyok így annyira beléd akadva, érdekes. Na most mennyi? Szerintem a pót van összeakadva, az a baj, hát ott most egyszerre elindult. A kibaszott pót van összeakadva. Nehogy rám borítsd azt a szart. Gyászos. Akkor vissza is kell telefon bazdni. Hogy menjél ki, ha kibírsz. Várjál, csak akkor... Faszom, előrébb megyek. Előrébb mentem még. Kiférsz? Igen, most már jó, maradjál. Ne, ne, hova viszed az elejét te? A csávó egy karba tett kézzel ül az autóba. Várakozik. Nézd meg, hova viszi az elejét. Emelkedik, nem is tudsz kormányozni, felemelkedik az elejét. Ne, most már jó, ez már lejtő lesz. Jó, meg vagyok. Összeugorul az egész. Nem tudsz megfordulni se. Úristen, ezzel tolatni bazd. Nem egyszerű. Itt van kell, akkor vincselj rám. Ezt ki tudok menni. Ó, jobb már, kurva anyád. Jaj, jaj, fasza. Na, go. Én nem bírom kormányozni az elejét, bazd meg a levegőből. Hát persze, igen. Tőke súlytájra. Úristen, úgy gyerekem, ez gyökkettővel lehet csak menni, úgy látom. Nos, talán még a nagyobb motor is van ebbe. Jó, az meg fog állni. Nem biztos. Tartok. Nem, a hármasba fölhúzza. Csak kettőzben van. Mennyim háromban. Fóvarosabban húz. Á, most már vissza. Nem, nem, most beragadtam a sárba. Basza. Mindjárt kapcsolok egy difflokot. Igen, itt muszáj sajnos ide belemenni. De jó. Meg tudj mondani. Hát igen, másképp fölborul a pót, úgyhogy... Igen. Sajnos ez muszáj. Itt a nagy gecmóba. Gyerekem. Fordulj már, fordulj már! Nem ér le az eleje. Sem. Nem tudok fordulni, bazd meg. Ajaj, ajaj. Tedd már le az elejét. Gondolj bele még ebből két kő. Hát most nem. Jó. De már kint vagyok az aszfalton, úgyhogy. Á, itt vagyok a gyötted. Azért az ennyi lóvét, mert ezzel aztán kell nyüglődni. De szépen kijött, nem volt új probléma, csak... Ez nem könnyű. És ebből fölteszek még egyet, aztán meg sem mozdul az autóba, mert... Mászt is alig bírja el igazából. Úró. Üljünk át belső nézetbe, picikét. Jó, így nem látszik annyira, hogy... Spóroljunk egy kis benyát is.
Nem is tankolok egyet. Hát nekem is muszáj lesz tankolni. Kajálja rendesen a nyálat ilyenkor, 8,8. Hát én most kivettem az összkereket is. Ma félig van csak a tankom. Alattam is kb. Mindjárt. Aszfalton ki szoktam venni. Jó. Ez kicsit szűk. Igen. Ilyet, ezek a köveken nem tudom, hogy fogok átmenni. Ez érdekes rész lesz ott, lehet, hogy egy beradarok, mint a szar. Csak nem. Uresbe is nehéz volt átjönni. Úristen. 11-12 literes fogyasztás. Tolja az elejét. Most jön a fekete leves. Völdes út. Na ez a szopóban az meg ez a keskeny híd. Az jó, igen, az itt is lesz egy. Valami egyébként baszom a szám. Remélem a... Jó, megvan minden. Buzi utat jelöltem én be, honnan jó. Kicsába vagyok. Ó, Istenem, mindenki tolasni. Ott egy ászos te. Kanyarodj már! Erre vagyok arccal. Itt a gas station legalább. Egy nagyon gyors tankolás. Ezt egy fókit visszatolakni, bazdmeg. Geci. Édes Istenem! Baszott anyahajóba, az meg úgy fordul ez a szar. Jéhá! Kitolat még az ma. Külön élmény. Hát igen, azért forgózsámolyosan nem könnyű tolatni. Ketté törik a izé. Az egész rakomány gazdagú annyira izé. Újja. Na hogy júj! Az itten fölborul. Kapaszkodj! Ne már! Nehogy arra. Megfordulok én apikám, van probléma, ennyi. Jé, fölborul a rakomány! Ma oldalra volt dőlve két keréken át a izé. De nem barult föl, hál' Istennek. Mindig vicces az ilyen. Éppen, hogy csak. Na, jó van, most már vonalban vagyok. Rossz felé fordultam bazdma. Csóró nagyon küzd itt egyesbe.
Ajaj, félig vagyok. Már majd lesz a benzinkút úgyis. Nézd a beton. Ez is aszfalt, de jó. Utoljára jártam erre az útra, az meg úgy beragadtam, mint a szar. Geci nehéz fával, patakon keresztül. Ó, geci! Kicsit gyorsan vettem a kanyart. Akkor majd ment egyenesen tovább. Ah, jó, hogy itt volt ez a szikla. Szerintem nem sokára... Itt vagyok. A sáros rész. Egyszerű. Hogy már be. Úristen, bazen. Na, megtankolom a csorót. Nem hiszem el. Ide értem, bazen. Betankoltunk. És akkor megint visszarokztál. Ez a bánatos farma. Ja, majd, nem, ez nem az, de az. De alul van. Ez amúgy ott jelzi egy kis izével, jelző táplával, hogy lefelé nyíl le a lerakót. Ja. Ott van egy köpésre tőled. Hát kevergődöm az a rohadt sáros részen. Longlox. Itt a szántóföldek mellett. Ott is vagyok, jó. Azt mondja, hogy akkor mehetünk vissza az utolsó longlockszért. Faszom. Az jó, mert akkor egy longlocks kell, én meg akkor el tudok hozni kettő médiumot állítólag. Igen. Az jó, mert akkor az úgy meg is van az a része. Hát de összesen 6 darab médium kell. Hát utána még kell 3, azt meg... El tudjuk hozni, hogy az egyikünk egyet hoz, a másik kettőt, és akkor az egy slukra megvan. Én a borúj, baszom a szád. Na végre ide értem a kurva nénikéd. Ja, hát azért még messze van egy picit. Na. Jó. El kell mennem egy pótét. Akkor ezt meg eladom, ez nem kell, nem? De nem a pótot kell eladni, more. Ja, csak le kell szednem a... Csak át kell cseréld a izét, igen. A platódat. A pótot el ne add. Új, ez a sárte. Vissza kell húznom ezt a szart. Igen. Igen. Csak úgy, ha lekapcsolom. És egy nagy pót. Akkor viszont nekem is kell venni majd egy ilyen médium logos. Uh-huh. Szóval...
Bár mondjuk nem biztos. Már ha te elviszek kettőt, ha már van pótod, én meg elviszek egyet. Csak a platót kell jelen. A longa nem lehet médiumot? Nem. Sajnos nem. Tehát mindegy, úgyis páratlanul fog kijönni. Neked meg úgyis van pótod. Ja, ja. Végre ide értem, baszom a szám. Tudulja. Kapcsoljuk. Customize Waymadon. Ez a lock carrier, de akkor mi kell LP4 lock log loader train on it. Webbed. Short logging az ugye? Hát nézd meg, hogy mit ír a izébe. Szóval train mounted logon it carry short locks. Na, az nem lesz jó. Medium locks kéne. Biztos van jó. Ezt a front side of the block carrier setup. Use a tunnel landing. Ez a block carrier trailer. Hát... Hoppá. Nincs ilyen opció. Nem vágom melyik kellhet ide. Ez a short logging frame van. Hát... Ha csak... Lehet, hogy egy sima flatbed is elég a izéhez. Médiumhoz, ha már le kell kötni. Hát nézd meg a platót, hogy néz ki. Ilyen rácsos genyó. Vagy nem. Hát van ilyen izé... Sideboard for carrying cargo. De hát nem tudom, hogy ebből most bele fog férni a fal, vagy nem. Ez az, nem derül ki. Hát akkor így nem lehet ezt. Sőt, azt lehet, hogy nagyobb pót, amivel két médiumot lehet elhozni. Nincs más opció. Hát ezt nem hiszem el, hogy nem lehet a izére rakni a traktorra. Ki a nincsen. Nem, de melyik jóra gondolul ki. Ez a log carrier front van. És akkor gondolom olyan pótot veszel, amelyikre több fél. Akkor miért tudom el. Hát, hogyha fölborulsz, akkor ugye föl tudod tenni a cuccot magadra. Már azon gondolkodtam amúgy, hogy azzal a szarral a két long locks-ot fölrakadtuk volna. Csak kellett volna eljönni idáig. Igen. Sem mindegy igazából. Hát ez short lockshoz van csak izé. Trailer does not support. Mondjuk meg az meg arra jó, hogy akkor elhozok egy médiumot, meg el tudok hozni shortot is. És akkor te is tudsz hozni. Hát a short nem kell, more. Ja, csak médium kell. Csak médium meg long. Jó, most fordulok meg az utolsó longgal. Hát akkor viszont a médiumot csak egyesével lehet hozni. Hát az buziság. Hát olyan nincs. Nincs. Hát pont egy platónyit foglal el. De az csak shortra van. Plató. Szerintem ez egy olyan kell, ez a lock carrier front, és akkor egy olyan kell, amire gondolom kettőt föl lehet rakni, hát jobbat nem. Hát szerintem szimplán szerelj föl egy izét, egy flatbedet. Aztán arra nézd meg, hogy föl tudod hányni. Úgy hát rakatni. Hát az csak úgy derül ki, ha oda megyek. Hát jó, de hát most... Az a baj.
Na jó, hát felrakom Az mondjuk aztán. esélyesebb, hogy arra fel tudsz rakatni még egyet. Maxtan félre. Hát ennyi. Akkor. Akkor flat bedett a szondod. Hát most jobb ötletem nincsen. Akkor hát tudják be nem hiszem. Nem lenne külön logos üzé még. Hát most van olyan logos, ilyen krénes, amiben fel tudsz szedni a logot, van sortos. Igen. Ezt ennyi. Ennyi, igen. Log loader crane. De hát ezt gondolom a pótra tudod felrakni, a magadra izé cuccot. Ja. Emelkedő. Akkor felraktam egy flatbed, de teszem van be. Gyanús nekem, hogy erre olyan pót kell. Mivel esetleg el tudunk hozni többbe. Akkor is nézem, mi van itt. Meg Lock Carrier Crane, amit te hoztál. Ez a Lock Carrier, nekem meg a Lock Trailer van. Hát ebből kettőt el tudsz húzni, össze lehet kapcsolni két ilyen trailert. Elvileg nem. Olyan. Ami. Úgy lenne értelme. Két trailer, még van hosszú lenne, mint a vonatfügy, akkor nem tudnék befordulni sehol. Ez biztos. Úristen, ez de hosszú. Heavy duty. Flatbed trailer, mondjuk erre is ráfér. Ez meg nagyobb is. Na, csak 1150-en van, majd kötöttem az összes pénzem gyakorlatilag. Na jó. Akkor nem szarozok. Nem, de ugye mindjárt. Hát nem mindjárt, de hogy lassan beviszem az utolsó longlocksot is. 4 liter fogyasztok 2-6-ot így. Nem is sok. Megkapcsoljuk ezt a szart. Őrakta a pik. Na. Hogy ne kell a szarvére. Blockstation, ahol is találja. Ne ragadjál nekem. Nézd meg, csak csinálja. Fedd össze magad, be eladnak a gecibe. Kíváncsi vagyok erre a flatbedre bármi is fölmegye, de nem hiszem. Hát, nem tudom.
nagyjából félúton vagyok már. Elindultam visszafele. Lockstationre. Még egy médium. Sajnos már néz ki, hogy gyengék ezek a gépek, amik nekünk vannak. Sajnos. Szar ez az út, hogy rá kegye meg. Fordulj már be! Gyászos. Nem hiszem el. Na jó, ezt egyből detecseljük is. Jó, a Longlox-ot bevittem. Log loader flat file. Short logging. Short logs. Van egyáltalán olyan short logs?
nincs. Megvesszük. Hát az a rossz hírem van, hogy lehet, hogy mégse lesz jó flatbed hozzá. Nem tudom, hallasz-e. Most rohadtul nem hallak. Konyhába szétkapcsolt a mikrofon. A Bluetooth szátka. Ah, jó van. Na igen, azt gondoltam, hogy nem lesz jó az a flatbed. Egyértelműnek tűnt, hogy nem jó. Igen, szerintem végül csak ez a short genyó lesz a jó. Akkor bejelöltem utat, de nem arra mentem. De akkor csak egyesével lehet hozni. Nem, hát szerintem ez a shortbed lesz jó mégiscsak, amit mondtál. Gondolod, jó lesz a mediumhoz? Aha. Nem. Hát most én elhozok egy olyat. Jó, hozzá. Hát a pótot nem viszek. Azt is hozzá. Ja, neked nincsen. Nekem nincs. Hát csak akkor meg luftra jössz ide, akkor Szapóvári. Fölösleges eljötték. A baj, mégse jó. Azért nem mennék rám őket, hogy az jó, de elképzelhető. Hát szerintem jó lesz. Most már így egyre biztosabb vagyok ebbe. Majd bevárlak, hogy úgyis a farmnak kell akkor mennünk. Hát, hogy a Tom Storage-be, tök mindegy igazából. Hogy a farm akkor már kész van. Meg az közelebb is van, mint a Town Storage. Na nézzük. Medium. Ja, csak. Mi a fasz kell? Ez a log trailer, ugye? Uff. 14.100. Semmi nem fér föl. Meg a flatbedre egyiket se rakja föl. Mit, hogy a szapó. Flatbed fordulok. Super heavy semi trailer. Ezzel már nem találtam ki. Nem egy trélert is, meg minden szar. Nem, meg nincs lukvárc. Lukvizáról, lukvizáról nincs luki. Nem takarítják itt azt a rohadt sarat. Gyerekek, hát. Ja, szerintem ez lesz a jó hozzá. Ugyanúgy néz ki, mint a pót. Igen. Én is azért gondoltam, hogy ez a jó. Hogy miért akadt így meg ez a szar? Istenem. Írógörcsöt kapok mindjárt.
Miért akart így el ez a szarfos? Talán kibírt alatni ez a bóviszar. Csak az aszfalt. Fel fog borulni. Édes Istenem, ezt a nyűglődést az meg. Kapcsolva feleződ meg minden szarfalat lehet. Hát úgy se jött ki. Ez a baj. Akkora a sár. Na most. Főre borul. Jaj, vigyázz ott a darub, az meg. Hol van elfért? Kurva némi két. Egyfelől kibírtam mászni ebből a szargödörből. Meg a félre is állok addig, pihenőbe. Ezt alig bírom már most főhúzni, üresen bazd meg az emelkedőn. Hát bizony. Ezzel küzdöttem. Na jó, így bevárlak. Leállítottam a gépezetet. Csillanunk egy kicsit. Menjél már! Jó napi, illetve a csend az erdőbe.
Nézem a környéket, ahogy itt számigózik. Itt vagyok elvileg. Most kanyarodtam rá az hallom. Útra. Hallom, hogy csattog a gép. Trailer does not support this cargo. Akkor nem értem. Ez a short, van biztos olyan, hogy short. Az van most rajtam, a short. Ja, hogy logsba. Log. Jajaja. Esküszöm, nem értem, bazon. Hát... Ilyen ez a pop szakma. Hogy már olyan egyszerű legyen. Long locks, ott van a lúton. Magó. Ja. Be van neked jelölve? Merre kell be, menni? Be, aha. Mindig jelzi a pótodat, hogy ezt föl tudom venni. Meg hogy az kell. Húzzad, mara, húzzad! Ott jön mögöttem a bóvitektől. Ránézni. Hátra fele. Húzza. Mi a vincsász? Hát nem. Mindjárt leállítva a motort is. Ezt minden húzza. Nem hiszem, hogy igen. Menjél már, ne kelljen már lökjelek. Húzza. Ki tudom fordítani a pótodat? Nem? Ugye elszakad a kötél, akkor... Ja. Hát én nyomtam most ki. Ja. Itt van beton, kis aszfalt. Na mi van? Menjél már! Menjél már! Most érek ki. Már itt aszfalton. Meg fogja. Ne húzza! Mit akar? És Schumacher nézelődik, nézelődik, és nem hagyja. Egy Miner. Bum, nesze. Kaphattál egy kis damage-et? Nem, nem éreztem meg, csak ugrott egyet, hál' Istennek. Nem damage-elt. Várok, hopp, 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 hopp,
Még nekem kell föllökni azon a tetves emelkedőn. Majd ezt csak visszaváltok. Éppen komótosan. Szinte szerint gyerek. Én akkor is kimászok innen. Hűha. Ne ragadjál. Nem beragadok, hanem betolja az meg az elejét, az üres elejét, ez a tök. Lekopiztam a sziklát már megint. Gyors voltam. Így azért nem lehet irányítani az elejét. Bum, így. Elvittem a izét póznát. Na mi van itt, Bobby? Hát kicsúszott, ez beletolt a póznába valami. Annyi már. Nem érek rá. Itt fincseztek is soha az ég. Na végre. Még 3/4 vagyok, úgyhogy. De miért erre jövök? Ja, mert erre hoz, akkor jó. Jó, az úgy. Na, csak a táblát követtem. Jó, valamint szára kell. Ezt a szárt bazdmeg. Nem érek rá, várok nézőkör, otthon vagyok. Na és itt merre? Egyenesen. Hát ez nincs egyenesen, hát jobbra vagy balra. Ugye arra jó fele vagy. Húzzad már, gyászos! Úristen, hogy össze van itt mocskóva itt minden. Igen, ez a hamasztal az a város rész. Na. Nagyon jó. Na, és mehetünk vissza. Hát én most bemegyek a garázsba. Nem megpróbálok felszerelni egy másikat. Aha. Gondolod, hogy így van? Hát most azt írja, hogy erre nem lehet felszerelni. Hát akkor biztos, hogy valamelyikre föl lehet rakni ezt a médiumot. Station, és az a baj, ott van vele szembe a warehouse, nem tudunk átmenni. Ja, de itt. Aha. Hát, ha ott átbírjuk húzni, jó lesz. Hú, gyerekem. A Bobby Heat. A drill site-nál át tudunk menni. Tudom, ott a támba.
Hát ez az ott nem tudom, hogy ott ilyen izével átbírunk a vergődni, ilyen trailerrel, meg fával. Hát, hogy inkább körbe megyek. Ott itt a jó úton, nem biztos. És volt egy híd valamikor, de ez is víz alatt van. Recover, customize, na nézzük. Frame add-ons. Look carrier front. Front side of a look carrier setup. Special when operator used to load locks. Short logs, az biztos, nem? Hát egyik se lesz jó, azokat végignéztem. Compact self-loader. Hm. Ne bassza már meg. Ami vagyjuk semmi? Nem jó. Legalábbis írni nem írja. Megnéztem a trélereket is, ott se találtam olyat. Igazából most megnéztem. Nem, megnéztem ezt a két új autót, amit kaptunk. Ja, és? Mi vannak nagyobb az alváza, azon már kiírja a medium logging frame-et. Na tessék. Azzal már lehet. Csak hát azzal el fog szakadni, mint a szar. Ó, de király. Arra fel lehet szerelni az autóra magára egy rámpás. Aha. Ilyen ramped towing platform. Az a baj, az a tuti elakadt. Még igen. Legalábbis most. Sajnos nekem is ez a bajom. Most már ezt leszenvedjük így, aztán medium kettőt el tudunk hozni. Még egy ilyen kell jönni, azt ennyi. De az már legalább közelebb lesz, ha ott át tudunk vergődni. Egyáltalán, de nem tudom. Ott a drill site-nál, akkor az már hamar megvan. Akkor viszont... High és low legyen egy. Akkor viszont ezt így fogom elvinni. Nem tankolok majd vissza felé. Soró autó. Pillódik, mint állat. Na nézzük. Szar. És csak ott van faszom medium log, de most már mindegy. Yeah.
Ezt próbáljuk hátha. Mert jobban ma nem dughatták volna ezt a lock station. Igen, remélem, soha többet nem fog kelleni az a szar. Remélem én is, de biztos fog kelleni, csak remélem hát lesz nem máshol innen. Is. Igen. Már a második pályáról. Igen, remélem. Végre ide jöttem, bazdmeg. Nem se hiszem. Kiállni, az mondjuk már föl van pakolva. Oh. Sikerült. Na, akkor meg kell tervezni az utat mara. Megyek, de ott biztos nem megyek. Elállt vannak, Green Site. És itt egy helyen itt tudok átmenni. És akkor a Lambert-nélhez jutadok ki. És ott felmegyek, vagy végül megyek az egész térképen. Nem tudom. Látom, hogy jössz, jó van. Hát lehet, hogy bekockáztatom ezt akkor. Rövidebbik utat? Aha, ott átmegyek, egy van. Ugye ott van egy, ami a vízben van, az a kis híd, de szerintem az nem volt olyan vészes. Na, az lófasz. Igazából az a baj, hogy a jelölt híd előtt meg után van kurva nagy sár, meg ott körülötte. De a másik oldalon, ahol nem jelöl víz, hidat, csak víz van, az nem vészes. Igen. Hát, azon hazán át lehet menni. Igen, csak az a baj, ez a földes út, ami ott kacskaringózik, ami oda vezet. Az elég kutya lesz. Emlékszem, hogy vittük ott a izét, és nagyon killottunk. Nagyon killottunk vele. Az rendik. Lehet, hogy inkább mégis a betonon körbe megyek.
szinte végig befanult. Abban járok, nem kockáztatok mégsem. Tudod ki, hogy csinálja meg még egyszer. Három annyi van, inkább megyek a rendes úton. Hát van ilyen. Hopp, hopp, na most merre? Jó, jó vagy, arra is, meg arra is, mindegy. Inkább erre akarok, menjél szóval, jobbra. Hogy van olyan daru, amivel föl lehet rakni azt a crane, tehát nem vagy a logot, hát, ugye nem kell visszamenni érte. Tudom, de ez egy kilódás. Meg hát de pláne, hogyha erre az autóra nem tudunk rakni médiumot a... Megfőleg. Platóra, akkor mindegy, mi van ott. Igen. Íhá! Na, karácsonyfának aló megvan. És meg is kell tankolni. Várjunk erre. Jó. Jaj. Na nézzük. Bejelöltem az utat. Tépli van. Teljesen körbe fogsz menni? Hát, ha nem teljesen, de a betonúton inkább nem megyek le a drill site-ig és ott el. Mert azt emlékszem, hogy az oda vezető földút is nagyon szar volt. Mondjuk igen, akkor nagy volt a rakomány is, meg nem volt ilyen gumink. Épp, hogy átvergődtünk, de inkább megyek itt a biztos úton most. Nem akarok fölborulni, vagy bármi elakadni, vagy főleg nem. Ez meg pláne, hogy jönni kell még egyszer. Meg itt lesz a fuel station is útközben. Majd visszafele ott jövünk a drillnél. És akkor közelebb lesz, azt meglátjuk. Üresen azért csak jobb. Gondolom. Meglátjuk, hogy milyen az út. De szerintem szar. Ja, jelöltem én is egy utat. Azt már is nem látom, merre kell menni. Meg kell fordulni.
elmosodik. Nem is baj. Végre. Belendült a pót. Nem tolt rendesen. Ó, baszdmeg, majdnem beszopattam magam. Ne! Bazd meg! Te borultál? Nem. Egyelőre. A pót mindjárt föl fog borulni. Mindjárt ott vagyok. Borult meg egész jó. Rám csuklott a pótba az meg. Behajtotta a fülkét a pót mellé. Az de jó, igen. Ez azért... egy vicces volt. Végre. Na,
Húzod már. Itt a nyugatlan kutya. Persze. Hát ez a biztos. Most megnézem. Visszakar az utat. Próbálom. Nem is vagyok. De látom, hogy kicsit. Köszönjük. Menjél. Be tudok menni vele? Na? Már vagyok, be kéne tudjak. Aha. Nem vagyok szerencsétlen, akkor be tudok menni. Jó, az lesz. Ez fogom. Nya. Merre mentél el? Hát oda izé felé elmegyek. Mi a faszom az? A drill site felé megnézem így az utat. Kíváncsi vagyok. Bírok egy üresen menni, hogy rövidebbe egyáltalán. Wow. Heh. Hüllok fel.
Egy pattog az autó hátulja. Nesze, ott van, menjél. Az összkereket is rád nyomom. Már a főfele, hogy üresben. La 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 la. Na gyere te, személy gyerek. Hát mert úgy csak egy darab kell, sőt fasznak hordozgassa a boltot akkor. Végül is. Megint esik az eső. Igen. Mikor esne. Megérjel. Ja, ez csak ennyi. Hát akkor itt ennyi. Simán át tudunk menni, csak az, ami ezután jön. Igen, az a szar, a hidas. Igen. És nem ott a kacskaringóson megyek, hanem a másikon, mert az ott nagyon éles kanyarban. És vigyázz, mert itt nagyon sok borulós volt. Fa kiáll. Igen. Emlékszem, hogy ott borulós is volt az út, meg nagyon éles, nehéz befordulni, úgyhogy inkább ott alatta megyek el. Mondjuk szerintem ez izével szar lesz árúval megpakolva, úgyhogy... Na fasz, ha megyek először, majd végig ráncigálok a szálló. Hip-hop. Erre menjünk. Jobbra, ajj, jobbra, jobbra. Hát ja, akkor inkább bejelentem én is. De miért jobb? Ó, oh, arra! Persze, ezt a izét ki akarom hagyni. Nem itt a föld után, hanem ezen a... Ahol hát jobbra a fózna mellett. Igen, igen, ahol le. Igen, arra föld. És gondolod? Hú, ez a... Mert ott az az éles kanyar az ott szopó. Meg tudom, hogy ott nagyon meredek, és ráadásul billenő, és ott borultam föl. Ott szoptunk azzal a olajplatformon. És akkor úgy teljesen cigált. Körbe. Ja, és akkor ennyi. Hát a hidon, akkor onnan meg már jók vagyunk fel. Remélem. Hát végül is tök mindegy, rajtam nincsen semmi. Elvileg súlylóerő arányban bőven jó vagyok. Igen. Mondjuk a gumink is jó, vagy úgy csak kijönnénk. Vagy úgy. Tűnik olyan vészesnek az út, hogy akkor erre jöhetünk visszafele is. Ja, és igazából már kint is vagyunk az aszfalton. Azért mondom, hogy nem van megkerülő. Az éles kanyaros szar, hát az áh. Nagyon kocskörű.
Na mi van, racsé? Csak ez a szar. Hát a sebészes az is jó. Hát a simán. Akadnak a sziklák. Ne hangja van. Azt hittem, hogy oda vágtam az autót. Hoppá! Kapottam akkor egyet. Négy egész, 3 liter, 3-1. Nekem is 4-7, nem így egész jó így. Emelkedőm már 8 inkább. Hova mész? Gyere, ne, 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 ott jobbra. Jó az. De miért mész ott körbe? Nem tudom. Megszoktam erre jó. Itt még aszfalt van, more. Itt jó az út, ilyen lájkos. Enyhe saras. Már itt is vagyok. Szar. Valam annyira jó van. Meg így nem kell megfordulnom, tudod, az idővel, hogy be tudjam oda húzni. Pont irányba leszek. Hát de mindegy, hát. Most nekem kell kihúzzalak, mert itt még mindig vergődik ez a tetves eső. Igen. De dörög az ég, rohagyjunk meg. Na. Akkor mi kell nekünk? Medium low. Ő van pakolva. Egyszer. Az utat meg tudod, nem? Hú! Az oldaladat tudtam csak rávincselni, aztán elkezdett felborítani téged. Jó, most jó, már. Már felakadtam, bazd meg. Mi a fasz, hogy egy... Az Isten rohassza rád, eget. Itt egy kibaszott egy csonk. Ja, az egyszerre én is ugye felakadtam arra. Jaj. Én gyorsan bejelölöm az utat. Igazából nagyon... Sok minden nincs. Akkor gondolom megint teljesen körbe. Aha. Ugyanúgy, ahogy jöttünk. Igen, úgy, ja. Itt a kis hídon. Az éles kanyarost kihagyjuk a picsába. Nem kell. Erre. Aztán erre. Szopóhíd. Itt erre. Ó, bazd meg, az jó az. Erre. Erre föl. Hú. Literem. 154. Jó. Oh.
ide esik ez a gyászba, az meg. Nagyon nagy idő. Elég szép helyen. Szóval egy azért duplában nem olyan vészes. Ja. Ilyennyire nem. Na. Póton is megy a féklámpa, jó van. Azt mondtam, hogy lesz itt egy benzinkút a közelbe. Ez lehet, hogy ránk férne. Megtankoltunk. Igazából. Hát, ha most elmegyünk egy mellett, akkor biztos megtankolok, csak hogy arra megyünk-e a kút fele. Várjál, hova mentem. Hova lettél? Ja, pont nem mész. A kútra. Azt hittem, hogy Hát azt beszéltük, hogy kikerüljük ezt a szart. Igen, jó fele megyünk. Jó, oké, nem szóltam. És az a baj, pont nem a... nem látlak. Pont nem a kút fele megyünk. Mindig csak... Nem baj, elég lesz ez szerintem. Nincs az olyan messze. Ez a rohadt kavics, nézve, kurva. Kavics, ez már szikla. Szívom meg feled a magyar itt kiegyenesedik. Lehet itten sederni, kérem szépen. Ja, ahol lehet is. Ezt levágjuk. Jaj, ezt aha. Kicsit seres a téma. Csóró növénye. Ezek kurva jól megcsinálták ezt a játékot tőle. Igen, amúgy. Ennyire részletes, pálya, meg minden. A húzod a trélert, még az a spirálos kábel is, még ahogy a lötyög mozog ide-oda, hogy még kurva életű, de milyen apró lépte, úgy odafigyeltek.
Rohadt jó. Mi ezt a pályákat megcsinálhatták, azért nem lehetett egyszerű. Hát... Mivel lett a dimbes dombot minden megtervezni. Még a sár is így izé változik, meg ilyen kurva jó. Na. Legalább mire ide értünk, addig elállt az esőbe az meg. Mi a hála, jó Istenne. Az a baj, sose szárad fel a sár. Hát azért egy része felszárad. Nem szilárdul nagyon. A szarnikó. Ó, na itt a szar. Nem mondjuk ez se vészes. Annyira nem. Mi ezzel a gumival már egész jól fogyunk. Viszonylag. De ne essek a vízbe, baszod. Hoppá! Elszakadt megint a vincs, hogy rántott egyet. Ja. Jó, emlékszem, azért itt felhúztuk azt a tetveszal az egyik volt, részben. Hú, de szar volt, úristen. Tudom, 6800-szor elakadt, az meg. Ez hittem, hogy tökön szórom magam, az húló. Igen, és akkor azon az éles szar helyen értünk ott a nagy kanyarba. Azt a killódást, szar gumival, minden, 8-szor kifogyott az üzemanyag, hú, de szar volt. Azt végig killódtuk nagy nehezen. Ez biztos, azt hittem, akkor is jövök fakadok, basz meg. Én is. De még egy pár ilyen gondoltam magam, azt több életben nem játszok fel a többet, de azért most már jobb azért. Fejlesztettük a gépeket. Ott vagyunk. De még van 100 literem. Na, nekem 71. Az még odáig elég. Hanem úgyis csak recover kell, ezt ennyi volt. Már jó vagyunk. Ja, elvileg. Elvileg itt is el tudunk menni így egyenesen. És akkor ezt így nem kell húzoskodni vele. Aha, így. Két fa között elslisszolunk. Jó. Már lassan ott is vagyunk. Bazd meg! Elslisszolunk mi? Na, nem volt olyan vészes, mint aminek kinézett. Majd ezt a hosszú trailert kell húzni majd valami pályán, az milyen kemény lesz. Rajta van 2-3 gép, 800 kilométer. Na jó, hosszú. De hát azt nem ezekkel fogjuk elhúzni, komolyan ja, jó, nagy dögökkel. Biztos komoly lesz a forgolódni meg minden. Ez ott a sivatagos pályára nagyon kíváncsi leszek. Igen, az egy DLC, sajnos. Vagy nem sajnos. Ha megnézzük, azt megvesszük olyan. Jó, hát nyilván. Összevigyük végig a játékot. Igen, egyelőre vagy hát ezt a három pályát, ami van a... Igen, meg eddig egyet se csináltunk, mondom, hogy DLC-t vagyunk. Itt van a fordult. Egyet hiányolok, hogy nincsenek emberek itt a városban, legalább az utcán egy pár mászkálna, vagy nem tudom. Az ami állatok, amikor az erdőbe megyünk. Egy-két valami ott elrohanna, szarvas, vaddisznó. És akkor már egész teljesen a téma. Ej! Hova mész? Erre gyere! Ide gyere, ne jön, ne jodva! Ej! Ej, jó! Hova mész már, ne! Nézd meg a vaksofőr! Csinál ezt te. Na végre.
Promoted, az igen, 2000 XP. Drága jó istenem, mindjárt jó kis minnyel lett lóvém is, jaj, de jó. 10-es, wow. 23000, nagyon jó. Na, hát akkor vanuljunk a garázsba. Ja, de várjál, van, mert vissza kell vinni a izéket, a trélereket, mi? Hagyjuk szanaszét, hogy a trélereknek nincs ilyen garázs, nem? Azért állandóan el kell menni, értük. Ja, vagy mindig meg kell venni? Mennyi hát, trailer store van. Igen? Hol? De hát, ahol tudsz venni. Hát, ugye, igen, van itt mondom. A garázsnál egy, ezen a pályán, meg van ott a gát előtt. Mennyi tudjuk eladni? Fél áron, vagy ugyanannyiért, amennyiért vettük? Hát, hogy mindjárt megnézem, mert... Mert akkor érdemes eladni, visszavinni, eladni, és akkor majd megvesszük, amikor kell. Persze, mindenképp. Mi a facsirász az a trélerbe? Tolatok. Ó, nézd meg, hova megy ez a tréler. Néha, hát ezt nem hiszem el. Itt meg van törve az autó valaja. Na, ma rajta maradjál. Na. Fordultam. Jaj! Az igen! Igen, driftelt a izé. Hátulja. Fordultál. Jopá! Na jó, hogy eljöttünk erre. De bebucskázott! Neki is vettem a izének. Már csak 38 literem van. Ja, még 74, de elvileg errefelé van egy kút, bizonyám. Jó lenne, ha visszaadnák a lóvét. Igen. De mégiscsak 14 ezer volt. Már nem ment még. Néztem az utat. Arra. Hát valamennyi biztos visszaadna. Gondolom legalább a felét talán. Többet nem is. Rohadjanak. Ott van a tankolóda. Fordulj! Azt az a nyádat meg, akkor te lomha több. Most mi van? Itt üresen nem bír elhúzni a pótot. Aid at the island. Az a küldetés van most nekem trekkingelve. Na. Csak hát medium logs kell hozzá. Hopp, íííííí. Na, orra bukott az autó. Összesen 4 darab medium logs. És mind a Drummond Islandre, ami nincs még feloldva, hál' Istennek. Na, jó akkor. Már pirosban van a motorom. Az jó. Akkor átkapott piros az üzemanyag is. Ez a fogyasztás idő, különösebben nem veszek észre semmit, megy. Pedig még feles. Amire nem vesz azért. Sose néztem, hogy merre megyek, de talán jó fele megyek. Aha, jó.
Drummond. Forná. Na én is mondja. Hozultam rá. Itt vagyok már a garázsnál. Nagyon jó. Nézzük. Trailer. Tök jó. Ugyanannyira adtam el, mint amennyire megvettem. Na, akkor így jó. Akkor hát ez az érdemes az összeset eladni, amit itt összeszedünk. Mert úgyis ugyanannyi érveszed meg, ha kell. Viszont nem áll kijön annyi lóvé. Az tök jó. Az király. Össze kell szedni a bóbikat is, amit találtunk. A falnál is van, ezt el kell adogatni. Az egy kis plusz pénz. Bizony. Store. Eladjuk a pinába. Azt mondja, hogy fel. Ja, hát ez már így jó. Még durván egy 50 ezer kell az új autóhoz. Na tessék. Most tudom mennyi a lóvén. 37 ezerem van. Hát nekem 69 ezerem van most. 10-es szint elérve. Nagyon jó. Hát gyerekeim, állítsuk le a gépeket. Elmennek az autók pihizni, alukázni. Igen, és azt nézem, hogy sajnos vagy nem sajnos. No. Rank 8 required, saddle high. Hogy nagyon nincs már itt küldetés. Drummond Island, Island Lake. Azt igen, itt már egész kivégeztük. Ez volt az egyetlen talán. Drummond. Még ilyen izék talán vannak ilyen kicsik. Ja, még van ez a Lost Containeres. Igen, az van. Truck with crane is required. Ezek a test driverek, giverök, ezek nem annyira kellene. Ezek csak ott időre visszük a dolgokat. Luxenver, az is már Smithsville Dam. Island Lake. Ez ja, az az egy küldetés van. Trailer az van. 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab trailer van itt, baszok. Amit össze kéne szednünk és eladogatni. 6 darab. Hát meg van, fönt is van még egy. Teljesen tetején ez a Scout Flatbed. És van rajta két darab brick is ráadásul. Igen, igen, az is ott van. Látom, az még sötét, ezt még nem fedeztük fel. Flatbed trailer. A többi mind megvan. Már valamilyen formában láttuk. Csak hát el kell hozni, és úgy látom, hogy EU van a faktorinál is, hogy föl kell menni a gyászba. Hát, ja, van a hídnál, a farmon, itt a garázsnál van egy. Hát, ja, van egy pár darab. Na mindegy, hát majd ezekre elmegyünk. Gyerekek, hát ebbe a videóba ennyi fért.
kivégeztük itt. Igen, ezt a küldetést. A következőben megint nagy lélegzetet kell vennünk, mert komolyak lesznek a dolgok, bár ott is a kicsikkel kezdjük, gondolom meg. Hát lehet, hogy még az lesz, hogy megcsináljuk azt az egy darab küldetést itt, ami maradt, azt a kevés XP-t is ad, kevés lóvét, tehát nem gyanítom, hogy egy 10 percnél ja, több lenne a küldetés. Összeszedjük akkor pár trélert. Összeszedjük eladjuk a trélereket, eladjuk, aztán gyanítom, hogy... Nem tippli az új részre, igen. Csak az a baj, hogy itt kell felvenni a küldetést hozzá. Hát jó. De igazából persze, akkor ezt a részt ki is végeztük. És akkor a második pálya jön most már. Igen. Full kontrollba. Ott is kínódhatunk majd, úgyhogy gyerekek, úgyhogy ha ez várható. Ha nem, akkor is iratkozzatok fel, lájkoljatok minket, és találkozunk valamelyik videónkban még, majd nem tudom, melyik lesz az, de biztos meg fogjátok látni. Úgyhogy ennyi. Sziasztok! Sziasztok!